Végleg összeomlott a baloldali liberális ellenzék. A Fidesz-KDNP számos elemző értékelése ellenére kifejezetten jól szerepelt az idei, rekordrészvétellel zajló európai parlamenti választáson. A baloldali liberális ellenzék lényegében megszűnt. A választók 83%-a valamilyen jobboldalinak tekinthető pártra szavazott. Sokan abba kapaszkodnak, hogy a nagyobb szavazási hajlandóság miatt a Fidesz csak a szavazatok 44%-át kapta meg, amely jelentősen elmarad nem csupán az előzetes becslésektől, hanem a korábbi EP választásoktól is. Ugyanakkor látni kell, hogy a fidesz KDMP listájára még soha nem szavaztak ennyien, mint most. Emellett a kormánypártok a 3177 településből 3105 települést nyertek meg. A Magyar Péterféle Tisza 65, míg a Mi Hazánk és a Megoldás Mozgalom egy-egy településen szerezték meg a legtöbb szavazatot. A fidesz kdnp a falvakban és a községekben ismét tarolt, és a kis- és nagyvárosokban is többséget szereztek. Bár ebben a két településtípusban a Tisza párt feljött mögéjük. Így a fidesz KDMP az előző EP választáshoz képest most közel 230 ezer szavazattal többet kapott. Ehhez képest a hagyományos vagy O ellenzék, azaz a DK, -MSP Párbeszéd, Momentum, Jobbik és az LMP majdnem 800 ezer szavazót vesztett el öt év alatt együttesen. A DK, MSP, Párbeszéd szavazóinak 53, a Momentum 51, a jobbik 80, míg az LNP 47%-a tűnt el, vagy vándorolt át más párthoz. A korábban csak kevesek által ismert magyar Péter, majd az általa átvett Tiszapárt, alig néhány hónap alatt viszont egészen szédületes mennyiségű szavazót tudott mozgósítani az első választásukon. A Tiszapárt nem csupán a régi ellenzéki pártoktól vette jelentős mennyiségű szavazót, hanem ugyanennyi, korábban nem szavazót párt nélkülit is mozgósítani tudott. Az elmúlt 14 év alapján eddig is világos volt, hogy Magyarország jobbra tolódik, és ezt erősíti az idei EP választás is. A három legtöbb szavazatot kapó párt, a Fidesz-KDNP, mint autoriter populista jobboldali, a Tisza, mint jobbközép, és a Mi Hazánk, mint szélső jobboldali párt a jobboldali spektrumon helyezkednek el. Ha hozzáveszünk a jobbikot és az olyan kisebb pártokat, mint Vonagábor második reformkor, vagy Márkizai Péter mindenki Magyarországa néppártja, akkor a magyar választók 83%-a jobboldali ideológiát és politikát hirdető pártokra szavazott az idei EP választáson. Ez az arány 2019-ben még csak 62% volt.